Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek kedd délelőtt Tiszalökön. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei központi ünnepségen elhangzott, a magyarokat több megpróbáltatás is érte az elmúlt évszázadokban, a nemzet nagyjaira pedig a mai napig büszkén kell gondolnunk. Annyi nagyszerű eszme és annyi nagyszerű személyiség, annyi érzés és gondolat fogalmazódik meg minden magyarnak a szívében 48 márciusára. Gondolom, hogy ebből nehéz választani. De hát leginkább talán a polgári átalakulás, a jogegyenlőség, a nemzetté válás, hiszen a magyar nemzet születésnapja is 48 márciusa, amikor a jogsáncai közé bevették a összes magyar embert, az összes magyar honpolgárt. Az 1848-as eszmékkortól függetlenül közösek számunkra hangzott el a rendezvényen, ahol a hősök tiszteletére a település Kossuth szobránál koszorúkat helyeztek el az emlékezők. Nem véletlenül ez a szlogen, hogy tisztelet a bátraknak. Ezt javaslom a mai magyarságnak is és a mai fiataloknak is, hiszen a régmúlt idők is nagy kihívások elé állították az országot, és most is jönnek szembe a nagy kihívások. Én azt gondolom, hogy ez a példa, az ő cselekedetük a követendő, és erre kell nevelnünk fiataljainkat. A márciusi ifjak a mai fiatalok példaképei is lehetnek. Erről Vinnai Győző, országgyűlési képviselő szólt a megemlékezésem. Akár egy Deák Ferenc, egy Kölcsei Ferenc, aki a jobbágy felszabadítás ügyében szólt hozzá, vagy a jó szónok Kossuth is ott volt, és hát mások is természetesen, de valójában különbözőek voltak életkorban, társadalmi státuszban, mégis 1848. március 15-én egyet akartak, egy gyarapodó, független, szabad Magyarországot. A rendezvényen a megyei közgyűlés elnöke a testület nevében a Magyar Sajtónapja alkalmából ezüst emlékérmet adományozott Nagy Ágnes munkatársunknak. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság után a megyei önkormányzat is elismerte idén a munkámat. 13 éve dolgozom a Kölcsei Televíziónál, és már elmondhatom, hogy egy pozíciójában megerősödött televízióról van szó, ahol élmény dolgozni. És szeretnék köszönetet mondani a megyei önkormányzatnak, hogy mindehez nekünk teret, lehetőséget ad, és a kollégáknak, ugyanis együtt sikerült ezeket a sikereket elérnünk, úgyhogy köszönöm szépen. A megemlékezésen a Tiszavasvári járási hivatal vezetője Hosszú József beszédében kiemelte, Vasvári Pál a márciusi ifjak egyike a térség szülöttje. Rá, valamint a szabadságharc többi hősére is emlékeztek a tiszalöki ünnepségen.